A doktor Elhízás leggyakoribb okok Köszöntöm Önöket! Sokan arra hivatkoznak, hogy ők még bizony a levegőtől is híznak. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, egyre többet lehet hallani azt a szlogent, hogy miért vagy kövér, ha nem muszáj? Mit jelent az, hogy valaki muszájból kövér, mindenkinek <laughs> kövérnek kell lennie? Teh, mik az okai az elhízásnak? <laughs> um, azt lehet mondani, hogyha valakin túlsúly van, és valaki elhízott, hát az egy saját magáé felelős, tehát senki más nem, de senki más nem tehető felelősi az elhízottságáért, csak Fem ő maga. őket, nem lehet Hajlamot azt, de van, vannak, vannak olyanok, akik hajlamosabbak arra, hogy elhíznak. Na de hát az a helyzet, hogy, hogy és ezt saját magamról is tudom, hogy igazából vannak olyan típus hibák, amit mindenki elkövet, és aztán utána hát elkezd hibáztatni a tükröt, a frontokat, a, mit tudom én, a fogyasztói társadalmat, meg a ételmafiát, meg mindenkit. Tehát ez, ez alapvetően azért egy hibás hozzáállás, mert lefogyni se fog az ember helyett senki más. Tehát bele kell állni hát, a helyzetbe. Persze, lehet kövér itt vagyok, akkor tehetek Igen, érte. Lehet itt hibáztatni mindenkit, de hát attól nem fogunk lefogyni. Uh -huh. És hát vannak olyan módszerek, amik, amik, amikkel valóban lehet tartósan fogyni. Az egyik ilyen módszer, ez az MBV-nek nevezett módszer, ami azért, hát azt kell mondjam, hogy elég sok országban, talán 30-35 országban fut, nyilván nem ezen a néven, de maga, maga a lényeg, az egész, egész, egész eljárásnak a lényege az mindenhol ugyanaz. Milyennek a módszernek a neve még egyszer? MBV. MBV, mi Igen. az, hogy MBV? Modern Body Weight. Uh -huh. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az elhízás leggyakoribb bokát kezeljük ezzel az eljárással, az elhízás leggyakoribb boka, az pedig a túlevés, nincs mese. Tehát többet eszem, mint amennyit lemozgok. Pontosan? Semmi. Mi a helyzet a problémákkal, hormonális okokkal? Ezek léteznek, majd kitérünk erre is, de, de, de alapvetően azt kell mondjam, hogy az a maradék 2% körülbelül az elhízottaknál. Tehát igazán annyira marginális, való, valóban, hogyha ilyet találunk, akkor azzal foglalkozni kell, különben nem lehet le, le, lefogyni, hogyha ezek ezeket nem változtatjuk meg. De, de azért az esetek túlnyomó többségében az a probléma, hogy túlságosan sokat eszünk, és azt nem használjuk föl. Ez egy nagyon egyszerű megoldásnak tűnik, de hogy ez működik mindenkinél? Ha Alapvetkez... mindenki elkezd kevesebbet enni, akkor ez egyszer pofon csak egyszerű. Ez, ez viszont már ennyire nem egyszerű. Mert azok a fogyókúrás eljárások, amik tulajdonképpen arra appellálnak, és az fogyókúrás eljárásoknak mondjuk 80 a 80-90%-a, ezek arra appellálnak, hogy három hétig van az embernek nagyjából kitartása, akaratereje, akkor az első három hetet nyomjuk meg. És az első három héten nagyon-nagyon kevés kalóriabevitellel érnek el eredményt. Ezt három hétig meg is lehet tenni, tekintve, hogy tényleg mindenkit visszahív, és, és, és ezt addig meg lehet csinálni, el lehet viselni. De aztán utána mindegyik fogyókúra nagyjából véget ér. Na most, hát aztán mi van? Hát véget ért a fogyókúra, hurrá, fogytam négy kilót, akkor most megint lehet zabálni és egy raktározásra átállított szervezetre tesszük rá a korábbinál még egy kicsit magasabb energiabevitelt, ebből lesz a jó, -jó effektus. Hát igaz, igazándiból ez egy nem járható út, és, és ő magában, hogyha valaki fogyni szeretne, akkor, akkor, úgy jár el hogy jó, hogyha nem is kúrában gondolkodik. Nem életmódváltásban. És, és nem fogyni akar, e, hanem azokat a dolgokat szeretné rendszeresíteni, amik grátisként fogyáshoz vezethetnek. Mert hogyha azt tűzik ki magának, hogy lefogyok 5 kilót, azt meg fogja tudni csinálni. Mi van utána? Mert utána megint az van, hogy oda megyünk a hűtőhöz és kirámoljuk, és akkor úr is visszahíztam, és megint lett fogyok órázni, Nagyon nem jó. Nem ez, nem ez a járható út De az, mindenkinek egyéni a járható út, vagy van egy általános megoldás? Hát a dietetikáját ennek az egésznek, ezt ugye hát szoftveres segítséggel rakjuk össze, viszont mindenki otthon tudja magának összepakolni. Tehát felépítünk mindenkinek egy, egy, egy profilt, egy di diétás profilt, amivel el lehet érni azt, hogy mondjuk havonta fél kiló maximum az, ami stabilan lemegy. De ez teljesen személyre szabott az Abszolút ízlés alapján, így, tehát hogyha én nem bírom a zöldbabot, akkor nem kezdődik. Így van, akkor ennem. nem kezdődik babot tenni, és, és, amit ilyenkor szoktunk javasolni, ez nem egy reformétre, nem egy reformétrend. tehát ebben ebbe nincs mit tudom én, kókuszoló pálmazsír, mit tudom én, ez, ez teljesen. A, 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 semmi bűvész mutatvány. Semmi bűvész mutatvány, nincs a Kárpát-medence ízvilágát pakoljuk össze igazándiból, tehát finomakat eszik az ember, és azt kell mondjam, hogy aki ebbe belevág, az, az, az ezen, ezen, a ponton lepődik meg igazándiból. Tehát itt hogy... mennyiségi módosulások vannak, vagy minőségi? Tehát más az alapanyag, amiből nem elkészítem más. ugyanazokat az ízeket? Nem, nem. nem. Itt szem, ez tulajdonképpen egy személyre szabott receptkönyv. Uh -huh. Tehát mindenkinek a saját céljaihoz, meg a saját ízlésvilágához, meg a saját kiindulási állapotához illesztünk neki egy szakácskönyvet, amiben olyan menük, olyan receptek vannak, amiket otthon mondjuk több napra előre lefőzve, ha azt elfogyasztja, akkor biztos lehet abban, hogy az energiabevitele az ahhoz pont jó lesz, hogy ő elkezd majd a testhújból veszteni. Nem szabad ezt nagyon megszorítani, mert ha nagyon megszorítjuk, akkor, akkor a szervezet ragaszkodni fog minden egyes energia mózsához, és megáll a fogyás. Ez az, amit szintén el, sokan szoktak látni, hogy elkezdek semmit se enni, akkor egy darabig nagyon látványosan megy le ez az egész, nyilván semmit nem lehet enni, mert nem éjségsztrájkolunk, hanem, hanem, hanem azért valami majd időnként bemegy, de egy idő után nem tud már annyira keveset enni az illető, hogy pszichésen még bírja, és a tesszú csökkenése ne álljon meg tehát ezzel, ezzel kell játszadozni, hogy a szervezetből kicsiholni azt, hogy, hogy egy normalizált diéta, egy normalizált energiabevitel mellett szépen lassan a normális normálistásújjáljon vissza. Tehát azt diétánál te... is érdemes a dietetikus segítségét kérni, és nem pedig az interneten ne, keringő különféle fogyókúrás nem, nem, megoldásokat. Nem, nem, azok, azokat követni. őszintén senkinek nem tudom jó szívvel javasolni, különösképpen ezeket a csoda diétákat, meg csoda fogyókúrákat, amikre leírják, hogy végül is nagy megszorítás árán rövid idő alatt kis mennyiséget tudunk fogyni, aztán senki nem néz rá, és senki nem fényképezi le ezeket az embereket mondjuk egy másfél-két hónap múlva, hogy mi történt velük, mert alapvetően azt lehet mondani, hogy több mint a felük, több mint valószínű, hogy még többet szedett vissza, mint ami a fogyó kúrával lement. Nem kúrában kell gondolkodni, hogyha valaki elhízott, az se két hét alatt jött föl, lemenni se két hét alatt, hogy ezt kell elfogadni. Köszönöm szépen a beszélgetést!